Köszönöm a lehetőséget, üdvözlök mindenkit. Szakó Erzsébet elnökasszonyunk nem tudott ma jelen lenni, úgyhogy én helyettesítem őt az ipari és vállalkozási szakosztály titkári minőségében. Ugye vállalati szekciót szerveztünk, immár sorozatként, és mindig az a fő küldetésünk ezzel a szekcióval, hogy megmutassuk azokat a vállalatokat, amelyekről egyébként a legtöbb szekcióban és a plenáris ülésen is sokat hallunk, hogy milyen fontos részét képezik a gazdaságpolitikának, illetve a fejlesztési elképzeléseknek. Mi ugye péntek délutáni szekcióként indultunk egy 50 fős létszámmal, ez ugye este 6 óra felé 25 főre csökkent. A következő előadóink voltak, azért is mutatom őket, hogy kicsit gyorsabban tudjunk haladni. Multinacionális cégek a környékről, illetve magyar családi vállalkozások, amelyek multinacionális cégekké tudták kinőni magukat. Ők voltak a programunkban, illetve egy egyetemi előadásra zártuk, amely egy több mint 4000 fős vállalati mintán vizsgálta az export jelentőségét. Ugye két csoportra bontom, nem minden egyes előadást külön fogok értékelni, hanem két csoportra bontom az elhangzottakat. Ugye az egyik, amikor a globális vállalatok, így konkrétan ugye a LEGO és a National Instruments helyi leányvállalatait volt szerencsénk megismerni, és néhány fontosabb gondolat, amelyik előkerült az előadásokból. Ugye az export jelentősége, erre több előadás is utalt az elmúlt napokban, ezen vállalatok esetében az magától értetődő, ugye egy komplex értéklánc részeként fogják föl a magyarországi leányvállalatot, és mind a két vállalat arra mutatott példát, hogy az itt készült termékek, ezek a globális piacra mennek Magyarországról, tehát ezek a magyar vállalatok képesek arra, hogy versenyképesek legyenek a globális gyárak versenyében. A felelős együttműködés kapott még hangsúlyt a prezentációkban, itt különös tekintettel a vevők, illetve a szállítókkal való viszonyra, illetve a magyar kormányzattal való együttműködésre, amelynek ugye kitűzött célja volt eddig is és most is, hogy ezeknek a magyarországi vállalatoknak a nemzetközi boldogulását segítse. Fejlesztő beruházások és minőségorientáció volt ezeknél a nagyvállalatoknál a stratégiai hangsúly, tehát ez az, amin keresztül ők meg tudtak jelenni a nemzetközi piacon hosszabb éve. Ezeket a fejlesztő beruházásokat úgy kell érteni, hogy például a LEGO-nak a nemrég történt fejlesztése, egy 50 éves időtávon terveznek ezzel a gyárral. Tehát, hogy egy igen komoly vállalást tettek. Végül ugye ezeknek a vállalatoknak a fejlődése, versenyképessége kapcsán szóba került, ami szintén más előadások témája is volt, hogy akkor az innovációban, a K+F-ben vajon a magyarországi vállalatok mennyire tudnak versenyképesek lenni, lehet erre építeni a magyarországi vállalatok versenyképességét. Itt egy megoldandó feladatként merült föl az oktatás kérdése, olyan konkrétumok kapcsán, ugye ebbe irányba tett lépés a duális képzésnek a kibontakoztatása, ugyanakkor néhány olyan praktikus megoldás is elhangzott javaslatként, mint hogy ugye a szakképzési hozzájárulás megszűnte, az nem segíti ennek az oktatással való együttműködésnek az előrelépését, a gépbeszerzés nehezen megoldott az oktatási intézményekben, illetve az ajándékozás áfája, ugye azzal a paradox helyzettel kínált meg minket, hogy ugye nekik egyszerűbb dolog, olcsóbb dolog kidobni egy használt eszközt, mint mondjuk egy oktatási intézménynek ajándékozni, ugye a kapcsolódó áfatartalom terhe miatt. A másik két vállalatunk, ugye magyar tulajdonú nemzetközivé váló vállalatok voltak, ugye a Vajdapapír Kft. És a Continental Dohányipari Zrt. Mind a ketten kis családi vállalkozásból indultak, és most már több külföldi országban is vannak kapacitásai. Az első két pontom ugye megegyezik a globális vállalatok helyi leányvállalatainál elmondottakkal. Itt is nagyon éreztük az export jelentőségét. Ezek a kis vállalatok sem attól tudnak versenyképesek lenni, hogy a magyar piacot jól kiszolgálják, hanem ezen túl
túl a külföldi piacokon való megjelenőség is hangsúlyt kapott, és szintén a kormányzattal való felelős együttműködés az fölmerült mind a két vállalat esetében, mint egy támogató tényező. Kitörési lehetőségekből én most csak hármat mondok el a két vállalat példájából. Az egyik a rugalmasság. Ugye fölmerült a kérdés, hogy hogyan tudnak ezek a magyar családi vállalkozások versenyképesek lenni olyan iparágakban, ugye mind a papíripar, mind a dohányipar ilyen, ahol kifejezetten nagy versenytársakkal kell megküzdeni. És a rugalmasság, tehát az, hogy gyorsan át tudják állítani a gyártási portfóliókat a változó igényekhez, ez az egyik kiemelt tényezőként merült fel. A másik az állandó tanulásnak a kényszere. Ugye itt, amikor egy magyar vállalkozás a külföldi piacra lép, akkor szembesül azzal, hogy rengeteg olyan kihívás van, amiben neki nincs konkrétan még tapasztalata. És ugye az, hogy ki mennyire fogja föl tudatosan ennek a tanulásnak a kényszerét, lehetőségét, ez egy perdöntő tényező lehet. Valamint a nemzetközi kapcsolatrendszer, hogy ezek a vállalatok nem úgy léptek ki külföldre, hogy ott még nem voltak kapcsolataik, hanem különböző szálakon keresztül egyfajta bizalmat megelőlegeztek számukra ezek a kapcsolatok, és erre tudtak építeni például ugye a legutóbbi példa a Vajda Papírnak a norvégiai gyárépítése, terjeszkedése. Az sem egy előzmények nélküli vakugrás volt a sötétbe, hanem hosszú évek alatt fölépített kapcsolatrendszer re tudtak építeni. Végezetül az egyetemi előadás a dualitásoknak a perspektíváit mutatta meg a magyar gazdaságban. Juhász Péter kollégám több dimenzióban vizsgálta meg, hogy vajon kezdhetünk-e valamit azokkal a sztereotíp megközelítésekkel, hogy a vállalatokat azt szerint kategorizáljuk, hogy magyar vagy külföldi tulajdonban vannak, exportálnak vagy sem, kisvállalatok vagy nagyvállalatok, mekkora hozzáadott értékű tevékenységet végeznek, illetve hogy budapesti vagy vidéki vállalatokról van ez szó. Ezen a többi 4000 vállalatot tartalmazó mintán azt találta kollégám, hogy nagyon óvatosnak kell lenni ezekkel fajta egyszerűsítésekkel, hiszen nagyon sokféle vállalati történet került elő az elemzésekből, és ez alapján azok a megközelítések, hogy magyar vagy külföldi vállalatról van-e szó, nagy hozzáadott értéket tesz-e vagy sem, és így tovább ezeket nem sikerült alátámasztani, mint megalapozott megközelítéseket. Erre a fajta árnyaltságra hívta föl a figyelmünket, hogy ez mind a vállalatvezetés, mind a gazdaságpolitikai megközelítés minősége szempontjából egy előrelépés, ha ezt megtesszük. Ezzel én meg is köszönöm a figyelmet és a lehetőséget az elnökségnek, hogy a szekciót idén is megtarthattuk. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen!